A május 30-ai szombaton a közönség is megtudhatta, milyen a box. Ekkor került ugyanis megrendezésre a Vecsés Kupa, amely egyben a Bizalom Kupa versenysorozat 5. fordulója. A háromnapos ünnep ellenére elég népes induló gyűlt össze, így a 15 bemutató mérkőzés mellett 30 éles küzdelmet is láthatott az, aki ellátogatott a falusi iskola tornatermébe. A legkisebbek is nagy erővel küzdöttek, a bemutatókon és a győzelemért. A Bizalom RT Kupa, ez egy hétfordulós versenyrendezvény, amelynek az 5. fordulója van most Vecsésen megrendezve. Itt igazából nem hirdetnek eredményt a mérkőzés végén, illetve a 7. forduló után derül ki, hogy ki az, aki végül is megnyeri ezt a Bizalom RT Kupát. Ez régen Budapest Kupa néven ment ez a versenysorozat, most már azért jóval jobban kinőtte magát. Az egész országból jönnek folyamatosan csapatok. Minden korosztályban zajlanak a versenyek, 13 év alatt hivatalos mérkőzést nem lehet még vívni senkinek. Ilyenkor arra van lehetőség, hogy ilyen bemutató mérkőzéseken mutassák meg a kisrácok vagy a kislányok, hogy milyen tudást tudtak eddig összeszerezni a termekben. Sok olyan kicsi van nálunk Vecsésen is, illetve máshol is, akik tulajdonképpen ott nőnek fel a terembe. Nálunk például a fiúk edzője Varga Viktor, neki a kisfia. A kis Viktor szinte tényleg, amióta járni tud, azóta ott van a teremben, tehát ő viszonylag hamar beleszokik, de az is jellemző, hogy nagyobb testvér boxol, és a kisebbik testvér folyamatosan ott van vele az edzésen, és akkor előbb-utóbb ő is kedvet kap ehhez a sporthoz. Tehát itt is láttunk már 6-7 éveseket és 8 éveseket a ringben. Vecsésről két lány fog most ringbe lépni. Bemutató mérkőzésen 54 kilóba Vennes Jennifer, őnek ez lesz élet első mérkőzése, kicsit izgul is, de szerintem biztos nagyon ügyesen megoldja, tehát ő egy bemutató mérkőzést fog vívni. Az éles mérkőzéseken pedig felnőtt 57 kilóban Bocskai Kata fog ringbe lépni egy Pest Erzsébeti lány ellen. Kata már azért rutinos versenyzőnek mondható, ő tavaly ifiként elindult már a felnőtt magyar bajnokságon, ahol bronzérmet szerzett. A bemutatókon általában 3x1 percet boxolnak a gyerekek, a serdülők 3x1,5 percet, és akkor így megyünk föl. A felnőtteknél 3x3 perc jelenleg. Alapvetően a szabályok ugyanazok. Természetesen a kicsikre az edzők is és a bíró is sokkal jobban vigyáz, tehát sokkal hamarabb megállítanak egy mérkőzés, hogyha esetleg úgy látszik, hogy nem igazán egyenlő szinten van a tudásuk. Jelenleg heti 3 edzés van a kicsiknek, és ahogy nőnek föl, úgy emelkedik az edzések száma heti 4-re, illetve versenyek, nagyobb versenyek előtt, magyar bajnokság előtt heti 5 vagy akár 6 edzés is van, de általában ez heti 3 edzést jelent. A kicsiknek ugye más a lelki világuk, tehát ők még gyerekek, tehát ő egy felnőttnek, hogyha azt mondom, hogy már pedig menjél ki futni, mert futnod kell, akkor ők megy futni egy kisgyereknek, hogy el kell magyarázni, hogy azért fussál, azért edzél most, mert majd 4 hónap múlva lesz egy versenyed, és akkor ott neked bírnod kell, tehát ott még nem ennyire tudatos a maga a versenyző. Belecsöppennek, elkezdenek edzésre járni, megtetszik nekik a versenyzés, és tulajdonképpen hát a sikerélmény, mint mindenkit, csak ők még úgy szeretnének sikerélményt elérni, hogy mellette még hagy tudjak csinálni mindent.